Nagyházi Dáviddal, a Dorogi FC középpályásával állunk itt a mai médianapon. Szia Dávid! Sziasztok! A Fradi elleni Magyar Kupa megcsóta nem láthattunk a kezdőben, azonban a Debrecen ellen kiharcoltad ezt, hogy mégiscsak ott legyen a helyed a kezdőben. Hogyan látod, hogy változott a teljesítményed az elmúlt hetekben? Igen, sajnos a Fradi meccsóta nem voltam a kezdőcsapat tagja. Ez lehet annak is betudható, hogy ugye sajnos a Fradi meccsen az én öngólommal estünk ki egy szerencsétlen mozdulat után. Sajnos a saját kapunkba találtam. Lehet, hogy ez egy kicsit mentálisan megfogott, és nem tudtam olyan teljesítmény nyújtani edzéseken se, és a mérkőzéseken se, amikor beálltam, hogy több játék lehetőséget kapjak, de nagyon örültem, mikor kedden az edzés után a kezdőcsapatban kaptam helyet, és szerdán játszottam a Debrecen ellen. Mint te is említetted, szerdán a Debrecen ellen játszottatok, és ezt a mérkőzést hatalmas küzdelemben sikerült megnyernetek, és ezzel értékes 3 ponthoz jutottatok. Te is szerves része voltál ennek a győzelemnek, hogyan értékeled ezt a találkozót? Tudtuk mérkőzés előtt, hogy nem mi fogunk dominálni, mert egy jó csapat ellen fogunk játszani, ugye az Élós ellen játszottunk. Szerettünk volna mindenféleképp pontot szerezni, vagy pontokat. Úgy gondolom, hogy védekezésben megoldottunk minden szituációt, amiből az ellenfélnek komolyabb esélye lehetett volna, és ahogy telt az idő, ez nekünk kedvezett, és egyre jobban jöttünk bele a meccsbe, és ugye a végén sikerült eldöntenünk. Holnap a 17. helyen lévő Siófok otthonába látogattok majd el. Milyen célokkal léptek pályára, valamint mennyire motivált titeket a listavezető elleni győzelem? Igen, holnap egy nagyon fontos mérkőzés fogunk játszani Siófok ellen. Úgy gondolom, hogy nagy erőt kell adni a csapatnak, hogy legyőztük a listavezetőt, és mindenféleképp 3 ponttal kell hazautaznunk. Mindenféleképp győzni szeretnénk, de legalább pontot szerezni, hogy ne tudjanak közelebb kerülni hozzánk a tabellán. És azt gondolom, hogy ha holnap nyerni tudnánk, akkor egy nagy lépést tehetnénk a céljaink elérésében. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert holnapra! Köszönöm szépen, hajrá, Dorog!